A kocka el van vetve. Nem véletlenül jut eszünkbe Julius Cézár mondása Pécs késő római korból származó világörökségi helyszínének bázisán, a Cella Szepti Hóra látogatóközpontban. Stábunk a Trame projekt egyik foglalkozásán járt, amelynek célja, hogy a kulturális örökség és sokszínűség gondolatát népszerűsítse és felfedezhetővé tegye a középiskolás diákok körében. A Trame konzorciumban 5 különböző ország más-más típusú szervezetei vesznek részt. A fő partner a Colosseum Rómából, és Pécsen pedig részt vesz a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete, mint főprojektpartner és a projektnek a koordinálója, valamint a Pécsi Világörökségi Helyszínek, mint fogadóintézmény, illetve a Hajnóczy Kollégiumnak a pedagógusai és a diákjai. A projekt témája a római kor, azon belül a kulturális identitás és népvándorlás. A legfontosabb cél egy örökségpedagógiai, oktatási módszertani anyag megalkotása középiskolai tanárok, örökségmenedzserek és középiskolás diákok közreműködésével. A projektben résztvevő Hajnóczy Kollégium oktatója szerint a sikertitka abban rejlik, hogy partnerként kell kezelni a fiatalokat. Az a fajta pedagógusi megközelítés, amelyik 15-20 évvel ezelőtt is van, ez valószínűleg már a múlt év, tehát partnerként kell kezelni őket, és valóban újszerű módon kell nekik bemutatni a történelmet, például drámapedagógiai módszerekkel, ugye itt próbálkoztunk ilyennel is, rengeteg audiovizuális eszközt felhasználva, sokkal játékosabban. A pécsi kéthetes program bázisát a Cella Szepti Hóra látogatóközpont adja. Hermann Diana, a projektet a Pécsi Világörökség részéről koordináló szakember nagyon kíváncsi a végeredményre, a diákok munkáira és ötleteire. Számomra, ami a legérdekesebb ebből az egész projektből, nem csak ezek a frontális ismeretátadási szekciók, hanem az, hogy ezek az emlékek hogyan inspirálják ezt az élet, vagy ezt a korosztályt, és hogy milyen kreatív anyagok tudnak ebből születni. A világörökségi referensstábunknak elmondta, a diákokkal hetente egyszer találkoznak. Az élményközpontú bemutatókon a karakter és szerepjátékok mellett helytörténeti társasjáték és városfelfedező kalandjáték is színesíti a programot. Az esemény a közeljövőben projektbemutatóval zárul. A két éves Trame projekt második részében nemzetközi cserediák találkozó keretében találkozhatnak egymással a konzorciumi intézmények képviselői és a tanulók.